nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Ragon Cserita vagyok, fő témáink néhány mondatban. 2024-ben megvalósul a magyar-török kulturális évad, több mint 100 kulturális rendezvényt tartanak idén. Rossz hír a kertvárosiaknak, a költségvetés vesztese a városrész a politikus szerint. A délszláv háborúk népességvesztésének következményei MCC kerekasztal Pécsen. Genetikai szűrőteszt a Covid érzékenységről kapnak képet az orvosok. Megvalósul a magyar-török kulturális évad, az első törökországi program a Magyar Kultúra napján és az azt követő napon zajlott Törökországban. Egész éves kulturális programsorozat valósul meg havi rendszerességgel a Magyar-Török Barátság jegyében. Hoppál Péter kormánybiztos Isztambulban és Ankarában járt. Többek között ő is képviselte hazánkat az évad megnyitóján. A Pannon Filharmonikusok isztambuli és ankarai koncertjén a Klasszifikáción című kortárs üvegművészeti utazókiállítás megnyitóján, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Törökország építő magyarok című kiállításának megnyitóján vett részt Hoppál Péter kormánybiztos törökországi tartózkodása során. A 2024-es esztendő egy csodálatos vállalás, hiszen egy kölcsönös kulturális évadra kerül sor az idejében. Magyar-török kulturális évadot tartunk a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100. évfordulójának tiszteletére, és magyar kulturális évad már számos országban, számos kontinensén a világban megvalósult, korábban is. Olyan még soha nem volt, ez egy első próbálkozás, hogy magyar évadot tartunk egy célországban, és a célország pedig ezzel egy időben tart nálunk Magyarországon egy saját kulturális évadot. Ezért magyar-török közös kulturális évadnak nevezzük, hiszen Törökország bemutatja a saját kultúráját itt Magyarországon 2024-ben, ugyanúgy, ahogy mi pedig a mi kultúránkat mutatjuk be őnáluk ebben az esztendőben. A kölcsönös magyar-török kulturális évad a két ország diplomáciai kapcsolatainak 100. évfordulóján valósul meg. Az impozáns gála megrendezésére a Kossuth-díjas K.L. Csabát kérte fel a kormánybiztos. A koreográfus a szintén Kossuth-díjas Mihályi Gábor volt. Ők arra vállalkoztak, hogy a török kultúra, előadó művészet, népi kulturális kincsek és a magyar népművészet, népi kultúra és zeneművészet, táncművészet, előadó művészetnek a keresztmetszetét, közös keresztmetszetét állították színpadra aznap este. Azért is különleges volt ez a gála, mert a két ország köztársasági elnöke egyaránt részt vett, Novák Katalin elnökasszony, mellette Orbán Viktor miniszterelnök úr, illetve Recep Tayyip Erdogan elnök úr is itt volt, 8 török miniszter kísérletében, és további magyar miniszterek is részt vettek ezen a gálán. És a török közszolgálati tévé a 80 milliós Törökországban is élő közvetítést tartott a budapesti gáláról, és a magyar közszolgálati televízió is élőben adta ezt az impozáns gálaműsort. A magyar-török kulturális évad programjainak lebonyolításáért felelős kormánybiztos elmondta, több mint 100 kulturális rendezvényt tartanak idén. A két ország között kölcsönösen bonyolódnak le a programok havi rendszerességgel. Vesztese a baloldali költségvetési terveknek Pécs kertvárosi része. Erről beszélt a jobboldal képviselője csütörtökön. Kamarás Péter szerint meg kell kérdezni az ott élőket, hogy milyen fejlesztéseket támogatnának. A politikus azt mondja, ők növelnék a parkolók számát és zöldítenének a területen. Ismerjük a baloldali városvezetés idei költségvetési tervezetét. Ebből az derül ki, hogy a kertvárosban élők semmi jóra nem számíthatnak. Ezt mondta a KDNP pécsi politikusa csütörtökön. Rossz hírem van sajnos kertvárosiaknak, tehát ez nem kedvez a kertvárosiaknak, tehát sem a állandósult dugók, sem az áldatlan parkolási helyzet nem fog megváltozni. Úgy tűnik, erre nem kíván költeni a város. Mi a múlt évben elkészítettük a kertváros koncepciónkat, ami azt jelenti, hogy 1000 parkoló helyet, abban az esetben, hogyha ránk bízzák a várost, akkor 1000 új parkoló helyet alakítunk ki kertvárosban, és 10 000 új facsemetével növeljük a zöld felületeknek a
a nagyságát. Mi azt gondoljuk, ezt a kertvárosok megérdemlik. Kamenes Péter azt mondja, szeretnék közvetlenül megtudni a városrészben élőktől, hogy szerintük milyen fejlesztésekre van szükség Pécsen. Meg akarjuk még a tavasz folyamán egy kérdőjükben kérdezni a kertvárosokat, hogy ők mit tartanak fontosabbnak. A kertvárosi parkolást, mondjuk az Apáczai Csere János Művészeti Iskolának a felújítását, vagy esetleg a fél meccsek letarulásával járó libegőnek a kialakítását, amit Péterfi Attiláék és az egész baloldali városvezetés most rettenetesen hajt. Kíváncsiak vagyunk, hogy a kertvárosok ehhez mit szólnak, mi kertváros mellett állunk, hajrá kertváros, hajrá Pécs! Egyébként az idei költségvetésről február 13-án tárgyalhat a pécsi képviselőtestület rendkívüli ülésen. Majd ezután fogadhatják el a dokumentumot, amely a város idei bevételeit és kiadásait részletezi. Rövid híreink következnek. Látványos videót készített a magyarépítők.hu az M6-os új, mintegy 20 km hosszú szakaszáról, amit tavasszal adnak át. A Boly és Ivándárda közötti 20 km-es szakaszon a Strabag Építő Kft. És a Duna Aszfalt ZRT konzorciuma az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából végezte el a munkát, mely immár a próbaüzemnél és a műszaki átadás átvételnél jár. A kétszer két sávos fizikai elválasztással kialakított autópálya új szakasza a TEN-T transzeurópai közlekedési hálózat a Balti-tengert az Adriával összekötő vonalának a része. A videón érdemes külön figyelni például az út felett átívelő vadátjáróra is. Ezeket 2024 tavaszán az átadást követően közelebbről is megtekinthetik majd az autósok. Minden eddiginél több, mint egy 2500 maskarás űzi a telet csütörtöktől jövő keddig a mohácsi busójáráson. A népszokás 6 napon át 15 helyszínen zajló több mint 160 programjára 100 000-nél is több látogatót várnak. Kisfarsankor, azaz csütörtökön kezdődik a 6 napon át tartó busójárás. Már délelőtt elkezdődtek az események a Maszkot ölt Apraja Nagyja című nyitórendezvénnyel az Ifjúsági Centrumban, majd a térség iskoláinak számára vetélkedőt rendeztek. A télüzésben idén 71 busócsoport, mintegy 2500 busója és egyéb maskarása vesz majd részt. Még soha nem voltak ennyien a főszereplők. A látogatók száma várhatóan összességében 100 000 felett alakul. Bár a magyarság továbbra is Szerbia legnagyobb nemzeti kisebbsége, a délszláv háborúk idején kezdődött népességvesztés napjaink példátlanul erős államközi kapcsolatai ellenére is folytatódik. Milyen kilátásai vannak mindennek tükrében a délvidéki magyarságnak? Mi motiválhat arra egy magyar fiatalt, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére otthon boldoguljon? Ezekre és hasonló kérdésekre kereste a választ az MCC Pécsi képviseletén legutóbb megtartott kerekasztal beszélgetés. Erősek az államközi kapcsolatok Szerbia és Magyarország között, de a délszláv háború miatt megfogyatkozott a népesség. Mindez vajon hogyan érinti a vajdasági magyarokat? Befolyásolja az ott élő magyar fiatalok helyzetét a decemberi előrehozott parlamenti választások eredménye? Ezzel kapcsolatban rengeteg pozitív példa felmerül. Beszélhetünk például a Prosperitáti Alapítvány nagy sikerű házvásárlási támogatásáról, amelynek a pályázati időszaka nemrég zárult le, és újabb 300 vajdasági magyar család számára biztosítottak lehetőséget arra, hogy a szülőföldjükön saját ingatlant vásároljanak. Emellett részt vesz a mai beszélgetésen Schneider-Sára Ildikó, az Újvidéki Európa Kollégium igazgatónője. Az Európa Kollégium szintén egy rendkívül jelentőséggel bíró intézmény, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy több mint 200 szobában a legkorszerűbb, legjobb körülmények között és térítésmentesen lakhassanak a magyar diákok vajdaságban az egyetemi tanulmányaik alatt. Gazdasági lehetőségeket és egyéb ösztönző tényezőket is vizsgáltak az MCC Pécsi képviseletén legutóbb megtartott kerekasztal beszélgetés során. A magyar nyelv használata rendkívül kedvező a vajdasági magyarok számára, mondta Lakatos Adrián, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, a Nyelvhasználati Bizottság elnöke. Bármilyen hivatalban, nem is említve a hétköznapi kommunikációt, a magyar nyelvet teljes egészében használhatjuk, sőt, sok önkormányzatban, vajdaságban hivatalos használatba vett nyelv a magyar nyelv, így egyenértékű a többségi nyelvvel, vagyis a szerb nyelvvel.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar lakta azokban a községekben, ahol a többség magyar anyanyelvű, ott ezzel nincs is probléma, sőt, egyes helyeken egyébként még a többségi nyelvhez tartozó hivatalnokok is magyarul szólnak a magyar ügyfelekhez. Ami a szórvány településeket illeti, kicsikét nehezebb a helyzet, ott küzdünk azért, hogy a magyarság megmaradjon, küzdünk azért, hogy magyar nyelvű osztályokat tudjunk megtartani, megnyitni. Minden egyes évben küzdenünk el azért, hogy a 15 főnél kisebb osztályokat meg lehessen nyitni. A népszámlálás után Merre tovább vajdasági magyar fiatalok című rendezvény további vendégei, Bognár Emese, jogászhallgató, a Vajdasági Magyar Diák Szövetség külügyi referense, a Magyar Ifjúsági Konferencia régiós vezetője, Schneider Sára Ildikó, az Újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ igazgatónője, és Sörös Andor, a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának elnöke voltak. A kerekasztal beszélgetés teltház előtt zajlott a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képzési központjában. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az év 5. hetében január 29-e és február 4-e között 47.400-an fordultak influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett jelentésében. Akut légúti fertőzés tüneteivel 271.000 ember fordult orvoshoz. Azt írták, múlt héten 398 betegtől érkezett légúti minta a központ laboratóriumába. Az orvosok által beküldött 335 minta közül 110 betegnél influenza, 15 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A pécsi járási ügyészség csalás miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen, aki internetes hirdetésekkel ejtette tévedésbe a sértetteket. A vádirat szerint a férfi tavaly ősszel az interneten a magyar-szerb foci meccsre szóló jegyeket, illetve hangszert kínált eladásra, de ezekkel nem rendelkezett. Azt állította, hogy a vételár átutalását követően elküldi a hirdetett dolgokat. Két sértett meccsjegyeket, a harmadik hangszert akart vásárolni a vádlottól, akinek kérésére a több tízezer forintos vételárat átutalták neki. Ezt a pénzt szerencsejátékra fordította a vádlott. A három sértetnek összesen 180.000 forint kárt okozott a 22 éves férfi, akivel szemben 86 rendbeli csalás miatt már folyamatban van egy bírósági eljárás, és további csalások miatt más nyomozás is folyik vele szemben. Fontos genetikai alapú szűrőtesztet dolgoztak ki pécsi kutatók közreműködésével, ezzel előre meg tudják mondani, hogy kinél alakulhatnak ki súlyos szövődmények COVID-fertőzés esetén, így a betegség elleni megelőzéssel akár életek is megmenthetők lehetnek. Mindenki a COVID elleni hatásos szereket, a súlyos esetek gyógymódjait kereste még nemrég a világkutató helyein. A Pécsi Egyetem is nyert forrást erre a célra, és a Szegedi Egyetemmel közösen COVID és post-COVID kutatásokat végzett. Erről beszélt a projekt vezetője stábunknak. Azt szeretjük volna megtudni, hogy azok a betegek, akiknél a COVID súlyosabban zajlik, eltérnek-e genetikailag azoktól a betegektől, akik, hát azt mondhatom, hogy könnyen megusszák. És a kutatóink találtak kb. 40 olyan különbséget az emberi génszerkezetben, amit most összeállítunk egy úgynevezett génpanelben, szabadalmaztatjuk, leközöljük, és szeretnénk felhasználni a jövőben arra, hogy megbecsüljük valakinek a COVID iránti esélykenységét. A professzor a cukorbetegséget hozta fel példának, ahol az öröklött genetikai háttér alapján meg lehet mondani, hogy a vizsgált személy cukorbeteg lesz. Ezeket gének szabályozzák. Akinek megmondjuk, hogy ilyen génjei vannak, ettől ő még, ha ugyanúgy él, cukorbeteg lesz, de sokkal korábban tud megfelelő védekezési stratégiákat kialakítani. Itt is, akinek ilyen genetikai összetétele van, hogy esékeny a súlyos COVID tünetekre, hát például el kell gondolkodni azonnal a rendszeres védőoltást bevezetni, azonnal a védekezés fokozottá tenni, mert ő neki az élete nagyobb veszélyben van. Tehát népegészségügyi jelentősége van, fölhívja a figyelmet arra, hogy itt nem csak az orvosnak, a betegnek magának is van teendője.
A végcél, hogy napi szinten használatos szűrőteszt lehessen a kutatók munkájából. Hát ezért próbáljuk lepatentíroztatni, leszabadalmaztatni ezt a szegedi kollégák vezetésével, és a táblati cél természetesen az, hogy egy genetikai szűrőpanelt dolgozzunk ki, letéve az asztalra, hogy hát a másik egyetem ezen menjen végig, és akkor a populációt át tudja szűrni. A projekt keretében 60 beteg bevonásával valósultak meg a kutatások. Több szervezet partner vett részt a projektben a COVID elleni kutatásokra, 1,5 milliárd forint támogatást nyertek. A szervezetek közötti együttműködés tovább erősítheti a különböző kutatók, laboratóriumok közötti kapcsolatot. Ez is fontos hozadéka ennek a munkának, mondja professzor. A régió híreivel folytatjuk. Számos napirendi pontot tárgyalt Szekszárd megyei Jógúváros önkormányzata közgyűlésének gazdasági és városfejlesztési bizottsága. Többek között útépítésről és jelzőlámpák üzemeltetéséről értekeztek. Ülésezett a gazdasági és városfejlesztési bizottság Szekszárdon. Lezajlott a körforgalom melletti Obi és a Lidl összekötő út végső terület megvásárlási, beszerzési eljárása. Itt parkolóhelyek megváltása címén a város pénzhez is fog jutni, mondta Máté Péter, önkormányzati képviselő. Amikor elkészül, akkor itt gyakorlatilag a Lidliből az Obi felé, az Obi körforgalomhoz be lehet csatlakozni, és nagyságrendileg lehet gyorsítani a közlekedést, mert akkor ettől kezdve nem kell azt a csatári körforgalmat terhelni tovább, ami egyébként is túlterhelt és kicsi. Ez szerintem mindenképp rövidíti az utat, és javítani fog a város közlekedésén, ha egyszer elkészül, de jelenleg a kivitelezésre nincs pénzünk, csak a beszerzésre volt. Szekszárd jelzőlámpáival kapcsolatosan egy új üzemeltetési karbantartási szerződés jött létre. Ezt az indokolta, hogy a korábbi egyesség lejárt. Beletettük a szerződésbe azért már kikötésként, hogy felmondható legyen, amennyiben sikerül az egész városba levő forgalom irány, városi fenntartásban levő forgalom irányító jelzőlámpáknak az újítása, akkor ezt a szerződést nem kell fölöslegesen fizetnünk, nem ez dupla, akkor az egy másik szerződés keretében történhet akár, vagy a jelenlegi vállalkozóval egy újabb szerződés, az egy másik beszerzés lesz, de jelenleg nem köteleztük el magunkat hosszú távon. A képviselők tárgyalták továbbá az I. és Gyula könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerrel kapcsolatos bútorbeszerzési teendőket is. A könyvtárnak további bútorbeszerzésre van igénye, és ebbe annyit tudtunk dönteni, ez nem a városi költségvetésbe megy, úgyhogy bízunk benne, hogy jó bútorok lesznek, viszont szekszárdi vállalkozókat is betettünk a lehetővői körbe, hát ha tudnak ők is érvényesülni. Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága összesen több, mint 20 napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén. Fegyvernek látszó tárgyal akart pénzhez jutni egy férfi a kocsolai élelmiszerboltban. Az eladó hölgy ellenállása miatt a bevétel nélkül távozott az elkövető. Február 3-án egy férfi az élelmiszerbolt teljes bevételét követelte egy fegyvernek látszó tárgyal. Egy élelmiszerbolt bevételét követelte egy férfi kocsolán, de nem jutott pénzhez. 2024. február 3-án szombaton kora délután egy bolti eladó tett bejelentést a Tolnavár megyei rendőr főkapitányság tevékenység irányítási központjába. Elmondta, hogy kicsivel korábban egy ismeretlen férfi jelent meg az üzletben, először egy terméket szeretett volna megvásárolni, majd a jobb kezében egy pisztolynak látszó tárgyal azt kérte, hogy adja át a bolt bevételét. A kiszolgáló hölgy ellenállására, határozott fellépésére a férfi meggondolta magát, mivel nem jutott pénzhez, távozott az üzletből. A helyszínre elsőként a Dombóvári Kapitányság nyomozói érkeztek, illetve a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyesei is. Akik a szemle megtartásával párhuzamosan széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek. Először személyleírás alapján megalapították az elkövető kilétét, majd pedig a felkutatására indultak. Még fél nap sem telt el, amikor a 31 éves dalmandi férfi csuklóján kattant a bilincs. Először tagadta, hogy bármilyen bűncselekményhez köze lenne, de a kihallgatása során már részletes beismerő vallomást tett. Kollégáink a lakhelyén megtalálták az elkövetéskor viselt ruházatát, és azt a gázriasztó pisztolyt is, amivel a kérését nyomatékosítani kívánta. A vármegyei nyomozók őrizetbe vették a férfit, és indítványozták letartóztatását, időközben pedig a bíróság már le is tartóztatta. A férfi ellen fegyveres rablás büntet kísérlete miatt indult eljárás.
farsangi mulatságot rendezett idősek számára a Bonyhádi Gondozási Központ. A szépkorúaknak műsorral és ételekkel kedveskedtek az intézmény dolgozói. Farsangi ünnepet tartott a Bonyhádi Gondozási Központ az idősek klubja tagjainak számára. Az eseményt minden februárban hagyományosan megrendezik. Ezzel a mulatsággal búcsúztatják a telet és szórakoztatják az időseket, mondta Hang Beáta. Most a jövőt szeretnénk bemutatni, ahogy mi elképzeljük, ugyanis polgármester asszony már elmondta, hogy megvásárlásra került egy új ingatlan, ahol egy új idősek otthona fog épülni, így bővülni fogunk, egy 51 fős intézményt készülünk létrehozni, és akkor egy kicsit ennek a fényében szeretnénk bemutatni a jövőt. A szervezők jelmezes műsorral készültek. Az idősek klubja dolgozói számára kifejezetten fontos, hogy a szépkorúak hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Talán visszaidézzük neki a fiatalabb korukat az időseknek, és hát hogy kikapcsolódnak itt a farsangon, ugye találkoznak újból egymással, egymást látják, meg tudnak különböző dolgokat beszélni, ami a hétköznapokban történik velük, és jól érzik magukat nálunk szerintem. Klem Józsefné augusztus óta tagja az idősek klubjának, elmondása szerint a közösségben rendkívül jól érzi magát. Minden elismerésem a gondozónőké és a társaságé, és nagyon jól érezzük magunkat mindig a műsorukon, és mindig nagyon kedvesek, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, úgyhogy nagyon jó érzés. A szervezők hagyományokhoz híven a jövő évben is megtartják a farsangi mulatságot. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. 2024-ben megvalósul a magyar-török kulturális évad, több mint 100 kulturális rendezvényt tartanak idén. Rossz hír a kertvárosiaknak, a költségvetés vesztese a városrész a politikus szerint. A délszláv háborúk népességvesztésének következményei MCC kerekasztal Pécsen. Genetikai szűrőteszt a COVID-érzékenységről kapnak képet az orvosok. Pénteken enyhe, általában erősen felhős, borongós időre van kilátás. Több helyen előfordulhat kisebb eső. Erős a Dunántúlon, néhol viharos lehet a délnyugati déli szél. Kora reggel 3-9, napközben 9-17 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!